A mostani horgászatunk helyválasztása igen különleges. Sajnos a koronavírus miatt rengeteg időm volt otthon, ami ugye most kapóra is jött, át tudtam nézni rendesebben az applikációnkat és azokat a vizeket, amiket a tógazdák feltöltöttek, és így találtam rá a Kárpláv parkra, és azon belül is a hármas tóra. Az első és legfontosabb mozzanatom a mostani időszakban az volt, hogy kint legyek a vízparton, ne a négy fal között legyek benn, tudjak halat fogni és érezzem jól magam ebben a szép időben. Sajnos ugye két front között vagyunk, ami azért megnehezíti a dolgunkat, mivel iszonyatosan hideg van, viszont a nappalok azért sokkal jobbak, 10-15 fok körül lehetünk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az évnek ezen részén melyik részen fognak táplálkozni a halak. Elkezdtem körbedobálni a tavat dipperrel, és találtam néhány ígéretes részt, köztük a part előtt az első törést, illetve a régi patakmedernek az egyik vonalát. Ezekkel fogok most kezdeni, ezeket fogom meghorgászni, és remélhetőleg a délután hátra jövő részében, illetve az éjszaka folyamán sikerül majd néhány szép halat fognunk ebből a szép vízből. Miután minden bot a helyére került, volt egy kis időnk szusszanni. Olivernek ebben az időben egy online órája volt, míg én dolgozhattam kicsit a gépemet. Ahogy a nap az utolsó sugarait vetette a tóra, úgy kezdtek aktivizálódni és forogni a felszínen a pontyok. Ma reggel érkeztünk erre a gyönyörű tóra, és a mellettünk ülők tanácsára még naplement előtt egy fél órával behúztunk a régi patakmederhez. Behúzás után egy 15 perccel érkezett meg ez a gyönyörű tömzsi tükrös. Elképesztően boldog vagyok. Hibátlan. Egy Scopex Squid-del kicsit kiegyensúlyozva sikerült megfogni ezt a gyönyörű halat. Még mielőtt teljesen lemegy a nap, gyorsan visszahúzok, hogy ki tudjak még terelni ebből a gyönyörű tóból pár ilyen csodás halat. Mint mondtam, elképesztően boldog vagyok, gyönyörű ez a hal. Az első után nem kellett sokat várni a következő gyönyörű példányra. Jobbos botom a patakmedernél hamar gazdára talált. Ezt nézzétek! Olivier tanácsát megfogadva én is behúztam a régi patakmedernek a törésvonalára. Egy szem Scopex Street Catcher süllyedő volt a csali, 18-as méretben. És úgy néz ki, hogy egy naplemente elején és az éjszaka elején aktivizálódnak a halak leginkább. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog tartani számunkra az éjszaka. Az biztos, hogy kávéval és energiaitallal felkészültünk. A többi nem rajtunk múlik, megpróbálunk minél több halat fogni, minél többet megmutatni nektek. Engedjük is vissza. A felszínen forgó nagyobb testű halak és a levegőben érezhető bizsergés egyértelmű jelzést adott arra, hogy egy jó éjszaka elé nézünk. Az történt, hogy amint visszahúztam ezt a botot, amivel az előző égben is fogtam ezt a halat, visszajött az etetőcsónak, és nem tudtam bevinni a másik botot, mert rá egy 2-3 percre körülbelül rögtön elhúzta, és itt van a horog végén, a zsinór végén a másik csodálatos halunk. Meg fogjuk fogni az összes halat, amit tudom. Olé! Szép munka, papasz! Az előző kapás végeredménye ez a gyönyörű tükrös, akit most itt tarthatok a kezemben. Szintén elmondom, hogy elképesztően boldog vagyok. Úgy néz ki, hogy jó túrának nézünk elébe. Most
ezt a gyönyörű pontot pedig gyorsan visszaengedem, hogy minél előbb össze tudjuk rakni a szákot, és meg tudjuk meríteni Petinek a halát. Az én halam, az most úgy néz ki, egy gyönyörű amúr. Igaz, még elég hideg a víz, de ennek ellenére úgy néz ki, hogy sikerült megfogni őt. Érdekes módon ebben a rendkívüli hideg időben is aktívan ettek az amúrok. Miközben Oliver halát fotóztuk, a közben Kusztinak a balos botja is elsült, és ezt a gyönyörű amúrt sikerült zsákmányolni. Nagyon sok halat fogtunk most már, reméljük, hogy ez így is marad a továbbiakban. A fények eltűnésével a másik botommal is akcióba lendülhettem. 10 óra körül járhatunk, és ismét elúszta a botomat. Ez már az éjszaka folyamán, miután lement a nap, körülbelül az 5. halunk. Nagyon szépek jönnek, de ez a standard. 8 és 10 kg közötti az átlagsúly. Gyönyörű egészséges halak. Ez is egy erőteljes kapással érkezett. Scopex filtkált södre. Ugyanúgy a mélyebb vízből, tó közepe felől. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezúttal egy jobb hallal akadtam-e össze, mert elég szépen tartja magát. Támogatunk a Carp Lights rendkívül hasznos segédeszközt a pogyhorgász piacra. Ez nem más, mint ez a kis sátorvilágítás, ami nyilván a sátorban is tökéletes, viszont én 99%-ban halas fotók elkészítéséhez használom éjszaka. Kétféle erőssége van, ugye ez, ami most megy, ez az első, és még egyszer megnyomom, ez a második. Erre a kis állványra szoktam felrakni, amit közvetlenül a hal elé egy jó másfél méterre állítok be, és utána szoktam sokkal egyszerűbben készíteni a képeket. Ezt még ugye lehet közelebb hozni, távolabb hozni, hogyha nem elég a fény, akkor a feljebb kapcsolni, de ez általában teljesen elég szokott lenni egy ilyen éjszakai fotó elkészítéséhez. Az előbbi halam Petinek adtam, hogy megmutathassam nektek a Carp Lights lámpát. A hajnali órákban ébredve felszerelésünk minden része teljes jégpáncélba borult. Ez a rendkívül hideg nem vette kedvünket, mivel az éjszaka folyamán rengeteg gyönyörű halat sikerült fogjunk. És íme ez a gyönyörű hal volt az éjszaka egyik vendége. Azt be kell valljam, hogy egy fél-kettő magasságába kihúztuk a botokat, mivel megálltunk 19 pontnál, ami egy iszonyú teljesítmény. Az összes hal, vagyis a nagy része egy szem Scopex filtkált södre érkezett. A srácoknak is sikerült fogni jó néhány halat. Hármat közül elraktunk, amiket mindjárt megmutatunk nektek. Ezt viszont engedjük vissza, mert biztos, hogy úsznom el. Éjszaka jött ez a gyönyörű hal, amit most meg fogunk nektek mutatni. A kedvenc halam, ez a nyurga formájú tőponty, egyszerűen gyönyörű színekben pompázik, hatalmas lapát farka van, egyszerűen hihetetlen. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy sikerült őt megfogni. Úgy látszik, hogy a halak este kipihenték magukat, ahogy ez a hal is, és nagyon-nagyon virgonc. Úgyhogy ahogy látjátok, a biztonság kedvéért, hogyha megugrana, ide a lábamra rakom a pontymatracot, hogy még véletlenül se tudjon kicsúszni. Végre megnyugodott egy kicsit a hal, és sikerül megmutatni a kamerának. Egyszerűen gyönyörű színekben pompázik, és hatalmas, hosszú hal, egy igazi erőgép. És itt is lenne ez a kis zömök gyönyörű tükörpont. Ugyanarról a helyről fogtuk, mint az előzőket igazából. Ez volt az utolsó hal, amit átároltunk nektek este, a harmadik. Meg akartuk mutatni, nem a nagyobbakból való, de elképesztő színei vannak. Na, hát csak egy kis helyzetjelentés így napközben. Abszolút semmilyen kapás nem tudtunk kicsikarni a vízből, illetve semmilyen hal mozgást termeltünk a felszínen, ami azt jelenti, hogy valószínűleg víz közt tartózkodnak. Én megpróbáltam ziggel, illetve ilyen lebegtetési technikákkal horgászni, de erre sem volt semmilyen reakció.
úgyhogy most igazából feltöltöttünk minden aksit, várjuk az éjszakát. A terv az, hogy 4 körül elkezdjük frissíteni, mert az első kapások délután 5 körül voltak. Úgyhogy még addig van egy óránk hátra, kicsit összepakolászunk, felcsalítjuk a botokat, átbeszéljük a tervet, és új erővel indulunk neki az éjszakának. Parkunk az Isaszegi úton található, Gödöllő és Isaszeg között. A számos tórendszer között mi a 7-es számúak vagyunk, 4 tóval rendelkezünk, ezek név szerint Rocky, Boomerang, Szórakoztató és Big Pointó. A tó másfél méterrel indul az egyes állásról, egészen a 3-as, 8-as állásvonaláig, egészen leméjül 1,82 méterre. Ezen a részen síkságot kell elképzelni a mederben, onnantól fokozatosan egyre jobban mélyül, egészen 3 méterig. Azt a terepet inkább ilyen sivatagi dűnésként kell elképzelni, vannak benne dombos részek, vannak benne gödrök, főleg a tó közepén, illetve az egyes állás mellől régen ott volt egy befolyó, ami be lett temetve, onnan indul egy patakmeder. Nem a tó közepén halad, inkább a 2-es, 3-as, 4-es állás közeli részt közelíti meg, onnan pedig bekanyarodik egészen a tó végében található zsilipig. Ezeket a részeket érdemes megpecázni, főleg ezeken a részeken leggyakoribbak a kapások. Egyébként minden ilyen információt megtaláltuk a Fish & Go applikációnál, a srácok is így találtak ránk. Ahogy megy le a nap, rögtön el is sült az egyik botunk. Egész nap gyakorlatilag semmi nem volt, most pedig úgy néz ki, ugyanaz lesz majd, mint tegnap, hogy egymást érik a kapások. Ez az első halunk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit sikerült most éppen megakasztani. Közben a másik bot is. It was at this moment that he knew. He fucked up. Elindult. Ez jó. Meg van! Igen. Miért ugrottál vele? Beszédültem! De a fárasztás megy tovább, és úgy láttam, hogy egy elég szép kis koi pont gyakadt a horogra. Akkor átteszem és gyere ki. Jó. Na. Szóval. Az a lényeg, hogy... Hogy élünk és virulunk. Teljesen vízálló. Teljesen vízálló a cipőm, a felszerelésem. A szép hala nem tévedtél, de nem koi sajnos. Nem koi. Jaj, viszont egy gyönyörű, szép kis tükrös. Meglett a hal, ez a lényeg, igaz, hogy csuromvizes vagyok, tehát itt nagyon. De a hal a lényeg, és ezért jöttünk, hogy ilyen gyönyörű halakat fogjunk. Úgyhogy meg is mutatjuk rögtön a kamerának ezt a gyönyörű példányt. Aki egy kicsit körülményesen, de megszákolásra került. Akkor kávét már nem kell innunk a este előtt, ugye? Felébresztett kellene. Nem. Tehát a kávét az egy darabig nem kell igyak. Az 100%. Ez a gyönyörű márciusi hideg napon Aquamanné váltam én is, de ezért a gyönyörű szép halért úgy gondolom, hogy megérte. Nagyon ígéretes lesz az éjszaka, ahogy megy le mögöttem a nap, ez az első halunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, az biztos, hogy átöltözöm, és utána folytatjuk a horgászatot. Miután elsült a legbaloldali botom, amit a Peti fárasztott ki, mivel én éppen egy másik botot húztam be, ezután rögtön elsült rá egy 5 perccel. A mellette lévő bot, kb. 5 méterrel lehetett lerakva tőle.
Megérkezés után a fő célunk egyértelműen az volt, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban halat tudjunk fogni. Az iszapból adódóan arra jutottunk, hogy kiegyensúlyozott, vagy esetünkben lebegő csali kombinációkkal, csalikkal kell megpróbálkozni. Első körben egy Ronny rigget és egy Chod rigget vetettünk be. Ezen egy 12 mm-es Scopex Squid pop-up található, ezen pedig egy 15 mm-es Citrus pop-up. Ezzel ugyanúgy eredményesek voltunk, csak kisebb halakat tudtunk fogni, mint amiket mi szerettünk volna. Ezek a 7-8 kg körüli átlagok jöttek. Ezek után a helyiek javaslatára az iszapban elhelyezett, a tó legmélyebb részein elhelyezett süllyedő csalikkal, vagy csali kombinációkkal tudtunk eredményesek lenni, és itt már a nagyobb testű halak is szóba jöttek. Elsőként az iszapban süllyedő csaliként egy bevonatos Scopex Squid golyót raktunk le egymagába, egy csomómentes kötéssel, valamint a horogszárán hozzáfogatva egy kis szilikonnal. Következőkben pedig, hogy még jobban tudjunk szelektálni, 2 darab 18-as kiegyensúlyozott Scopex golyót fűztünk fel, ugyanezzel a technikával, csomómentesen és egy kis szilikonnal megfogatva a horogszárán. Ahogy a nap elérte a horizontot, ismét beindult a víz felszín alatti világ. Olivernek sikerült egyet a kisebbek közül fogni, nem sokkal a naplemente után. Íme a negyedik halunk az éjszaka folyamán. A taktika és a csali az a régi, egy szem Scopex Squid Catcher a patakmederhez. A hőmérsékletől annyi, hogy nem elég. Iszonyatosan hideg van, a bölcsőm már most meg van fagyva, viszont ez ugye minket nem tántorít el. Úgy nézem, hogy a lámpa is kezdi megadni magát. Vissza is engedem, hogy ne legyen kint ebben a hidegben ilyen sokat. Ahogy az éjszaka átvette a hatalmat, érezhető volt, hogy a testesebb halak is aktivizálódnak. Következő kapásunk eredménye egy hibátlan, erős, hosszúkás tükrös volt. Mint kiderült, másnap reggel el kellett hagyjuk a helyet, így hamar pakolásba kezdtünk, mely nem egy meglepetést tartogatott számunkra. Mint ahogy az minden túra végén megesik, eljött a pakolás ideje. Sajnos az éjszaka folyamán nem sikerült azért annyi halat fognom, mint az elsőn. Körülbelül 5 pontot sikerült fogni meg egy amúrt, ami nem rossz teljesítmény nyilván ilyen hidegben, de azért mégsem egy akkora volumenű kezdet volt, mint az első nap. Sajnos nekem elakadt egy halam a reggeli időszak folyamán. Éjszaka úgy döntöttem, hogy helyet változtatok, és az egyik botomat kihúztam, és helyette egy ilyen kis dwarffal indultam neki. Itt a gát felül részt céloztam meg. Most reggel 8 óra körül lehetünk, és egy erőteljes kapás érkezett rá. Hát úgy néz ki, hogy elment sajnos. Így összegezve a túrát, ha jól tudom, akkor 26 halat fogtunk. Abból volt 2 amúr, és 1 harcsa. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó teljesítmény. Így március végén, április közepén iszonyatosan hideg van, ugye két front között voltunk, most már a felmelegedés jön. Használjátok ti is az alkalmazást, a Fish & Go-t, mivel én is ott találtam ezt a vizet. Ne menjetek messze, mert már kinéztük a következő vizet. Sziasztok! Ilyen a pakolós ponty. Nagyon elvitte balra. Pont mikor elkezdtem kihúzni a botomat, abban a pillanatban elkezdte visszaejteni. És érdekes, hogy nappal van kapásunk. Lehet most kéne még tovább maradni. És íme a túra leges legutolsó hala, számomra a legnagyobb, egy szem Scopex Squid Catcherre érkezett, és a különlegesség, hogy egész este hallgatott ez a bot, most reggel húzta el pont,
mikor kivettük az utolsó botokat. Yeah.